Zsivány barátaim. Hát igen, itt vagyunk a Westland Survivalbe, ahol most megpróbálunk egy kicsikét haladni tovább, mivel mostanában annyi dolgom van, hogy totál elhanyagoltam ezt a remek kis játékot, és igazából azok, akiknek én mutattam meg, azok már büszkén mutatják, hogy lovam van, meg én már itt jártam, meg ott jártam, te hol jártál, és akkor én mondom, hogy aha, már egyszer már voltam a hídnál, és akkor elkezd így telibe röhögni, na akkor egy kicsit úgy szarul érzem magam, megmondom őszintén. Úgyhogy most itt vagyok, és összeszedjük a... Ho-ho. Ez egy Iron Axe, ami azt jelenti, hogy hóakfát is tudunk vágni. Még az is lehet, hogy még a szomszédnak a házát is ezzel fogja tudni szétcseszerinteni. Úgyhogy minden esély megvan egy jó kis videóra most. Úgyhogy én azt mondom, hogy ne is szárakozzunk, hanem gyűjtsük be itt az Iron Axe-okat, meg az ilyeneket. Na gyerünk! Oké, okay. Iron Axe marad. Husi az idejön. Vizet lerakjuk, meg ezt a nem tudom mit is lerakjuk. És hogyha ezek megvannak, akkor igazából nem lesz más dolgunk, mint tökéletesen kivitelezni azt a tervet. Áj, nem tudom. De kivitelezzük azt a tervet, hogy bemegyünk a szomszédhoz, szétvágunk nála mindent. Jó, vizet is lerakjuk, azt se kell. Meg ezt a rony darabot kéne valahova ledobni. De már megint nincs üres ládám. Ide ledobom a kantárokhoz. És akkor azt mondja nekem, hogy akkor fegyver kell. Marha jó fegyverek kellenének. És marha sok fegyver. Hát olyan sok nincsen. Sőt, igazából meg így gyatran állunk a fegyverekkel. Jaj, jó, elviszem ezt a pisztolyt. Meg ezt a kést. Hát ha szükség lesz rá. Aztán majd valami kaját is kéne többet vinni. Elviszem ezt a kukoricát. Ezt pedig ledobjuk. A pisztolyt a kézbe vesszük. Nézzük a ruhadarabokat. Ja, gatyám az pont volt. Bakancsom az nincs, és ez nem is lesz. Csak ez a szőrös bakancsom. Ez nem kell. Na, hát akkor mezitláb megyünk, mint az indiánok. Aztán annyi baj legyen. Itt a lobam. Már nagyon várom, hogy ezért betörjem aztán, itt elinduljak mindenféle ilyen törvényen kívül táborokba. Már nagyon jó lenne. Na. Jó, megért az íván. Ez nem érdekel minket. Na. Hát akkor ide elugrunk. 50 energiapontért. Ne gyerünk. Ilyen sok idő. Ezért kell az a ló. Futva is már, ha lassúak vagyunk. Na de majd most, figyeld! Eternity Base. Hát ez lehet, hogy ez nem az, amire én gondoltam. Én azt hittem, hogy ez egy szomszéd. Én itt még nem is jártam. Aztán lehet, hogy egy szomszéd. Ja, ez szomszéd, jó van. Gyerünk, betörünk! Egyből betörünk! Haha! Na mi van itt? Hoho, ezt szeretem, ez... ne azt vág szét, te idióta. Azt már nem tudja szétvágni. A hülye fejeddel, bazd meg. Na, egy baltának annyi. Egy üres szoba? Megőrülök, ha egy üres szoba lett volna. Azt, amik vannak itt. Mi a csöcs az? Ó,
Wolfang, Pirklau. Nagyon állva. Jaj, ne. Jó, húsit ezt megesszük. Ezt köszönöm, kérjük. Ez nem tudom, de azt kérjük. De a pisztoly az marha gyenge. De csak kell. Még ha marha gyenge, akkor is kell. Csak mit adjunk oda cserébe? Szenet? Ja, szén az most nekem nem kell annyira. Jó! Tehát, ennyi igazából. Kiraboltuk a szomszédot. Itt a szart. Más nincs is nála. Hoppa, ott volt egy láda, észre se vettem. A trükkös életbe. Itt meg egy másik. Hús, ilyen kis kabát is van rajta. Na, kevés már nagyon a cuclia. Még a gatya még azt mondom, hogy belefér. Megeszünk egy kis kukoricát. Azért érdemes azért a minimapot mindig nézni. Már most nem vettem volna észre ezt a ládát el. Ilyet én nem is láttam. Your horse need after a ride. After a ride. Oké, akkor mit levágjunk ki? Ez mi az a szar üveg? Alkohol. Vigyük innen a faszba, nem kell nekünk. Nem szoktunk piálni. Jó, hát ezt még jó, hogy észrevettem, basszus. Na, hát akkor szerintem nagyjából ennyi a sztori. Nagyjából ennyi a sztori, más itt is nincs. Szóval nem kell, mert nincs mag. Jó, hát akkor ezt megjártuk. Szerintem nincs majd semmi? Nincs. Na hát ez tök jó volt így. Lájtos volt, de azért jó volt. Veszélyforrás nem volt. Viszont azt kéne csinálni, hogy most visszaszaladok haza, és körülbelül ennyi volt az energiám. Hát ez tud király. Hát akkor viszont ez körülbelül ennyi volt, ez a kis rövid szösszenet videó. Köszönöm, hogy megnéztétek, hamarosan jövök egy folytatással. Sziasztok!